20 éves koromban, ahogy egyébként nyilván mindenki 20 éves korában még úgy gondoltam, hogy bármit tudok, mindenre képes vagyok, enyém az egész világ. Aztán nyilván tapasztalnom kellett, hogy mi az, amiben jó vagyok, mi az, amiben nem. Tehát nagyon hamar megtanultam, hogy az üzleti tárgyalások során nem az a fontos, hogy azt mondjam el, amit én akarok, hanem azt kell elmondanom, amitől a másik fél azt akarja majd, amit én akarok. Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb villámkérdésekben. Ha még nem találkoztunk volna, annyit kell tudnotok, hogy ezek valóban villámkérdések, viszont mély, átütő válaszok. A mai vendégem a startupomnak az egyik befektetője. Az ELTE-n tanult jogot. Azután már a tanulmányai alatt elkezdett dolgozni, és a céges adótanácsadó lett. A tanulmányai befejezése után elment az egyik legnagyobb tanácsadó céghez dolgozni, és utána egy váltás követően nem alkalmazottként, hanem egyből partnerként került a Deloitte-hoz, ahol nem sokkal később már az adótanácsadási osztálynak a vezetője lett, majd az egész Deloitte vállalatnak a vezérigazgatója. Majd pénzügyminiszter lett, ott elvégezte, amit kitűzött magának, és utána kezdett bele a befektetések világába, ami azt jelentette, hogy az OTP-nek a kockázati tőkebefektető vállalatát vezette, és néhány évvel rá úgy döntött, hogy saját befektetési vállalatcsoportot indít, ez lett az Oxo Labs. A mai vendégem Oszkó Péter. Köszönöm szépen, Péter. Köszönöm a meghívást. Alapvetően egy úttörő típusú ember vagyok, aki szereti maga előtt kialakítani a saját elképzeléseit és a saját céljait, saját maga találja meg. Biztos, hogy rengeteget kaptam a szüleimtől, de ezek inkább gondolkodási sémák, magatartásformák, sem mint az, hogy kaptam volna egy kész célkitűzést, ami egész életembe vezérelt volna. Mindig a körülményekre reagálva alakítottam ki, hogy mi az, amit magam számára, meg a környezetem számára a legjobbnak gondolok. Ha most találkoznál a 20 éves önmagaddal, milyen tanácsot adnál neki? És mondd el, hogy kb. Hol voltál akkor? 20 éves koromban egyetemre jártam, jogi egyetemre jártam, és még azon törtem a fejemet, hogy a klasszikus jogi pályát válasszam-e, amiben hátrányból indultam volna, mert a családunknak ebben nincsenek hagyományai. Eléggé autonóm gondolkodású voltam már 20 éves koromban, tehát nem tudom, hogy érdekelni a 20 éves személyiségemet az, amit most 45 éves fejjel mondanék neki. Úgyhogy valószínűleg ismerve saját magamat ráhagynám az 20 éves magamra, hogy csináljon, amit jónak lát, és járja végig a saját útját, mert hogy egyébként nem gondolom, hogy rossz volt az az út, amit végigjártam. Mai napig is ilyen autonóm vagy, és a saját fejed után mész? Igen, az, hogy picit jobban ismerem saját magamat, mint akkor. Tehát picit gyorsabban, könnyebben hozok döntéseket, akár problémásabb helyzetben, mert tudom, hogy mi az, amit várhatok magamtól, és mi az, amit nem. 20 éves koromban, ahogy egyébként nyilván mindenki 20 éves korában még úgy gondoltam, hogy bármit tudok, mindenre képes vagyok, enyém az egész világ. Aztán nyilván tapasztalnom kellett, hogy mi az, amiben jó vagyok, mi az, amiben nem. Ugrunk egy 10 évet, 30 éves korodban, hogyha találkozna, ott már adnál tanácsot? Mondom, nem nagyon adnék tanácsokat magamnak, mert nem vagyok jó tanácsok elfogadásában, tehát hogy egy elég jójáró típus vagyok. Ilyenek a gyerekeim is, tehát pontosan tudom, hogy a gyerekeimnek sem szoktam nagyon direkt tanácsokat adni, hanem alapvetően igyekszem olyan környezetet teremteni, amiben jól tudnak működni és jól tudnak teljesíteni. Tehát tanácsot nem adnék, 30 éves koromra már a üzleti karrieremnek elég ígéretes pontján voltam. Maximum előre megmondhattam volna, hogy azért ne gondoljam azt, hogy az egész életemet nemzetközi tanácsadó cégek karrierpályáján fogom tölteni, mert hogy bármennyire is sikeres voltam benne, nem éreztem magam igazán komfortosan egy idő után. Miért nem? Nagyon rossz a monotonitás tűrőképességem. Én súlyos problémákat válsághelyzetekbe, mások számára kilátástalan helyzetekben tudok jól megoldani, abban teljesítek jól. Azért voltak változatosak, mert nagyon gyorsan léptem előre a hierarchiába, és mindig más típusú feladatokat kellett megoldani. Az én teljesítményemet rossz irányba befolyásoló környezet lesz, és hát így esett meg velem, hogy már utána elkezdtem az ország pénzügyeivel, gazdaságügyeivel foglalkozni, mert egyszerűen kellett új kihívás, kellett új. Kerested is a kihívást? Kerestem, igen, kerestem, mert egyszerűen nem kötött le az, hogy ugyanazt csináljam egymás után években. És mondom, a 30 éves énemnek talán ez volt egy folyamatosan érlelődő tanulság, hogy bármennyire ígéretes és gyors az a karrier, amit én egy nemzetközi tanácsadó cégnél befutottam, Az nem fog kielégíteni. Szoktak veled furcsa dolgok történni, amit nem is érted, hogy miért történnek meg?
Szerintem nagyon ritkán történik olyan dolog, amire nem számítok, vagy nagyon váratlannak érzem, pont azért, mert a napi tevékenységem olyan, hogy szélsőséges helyzetekbe, problémás helyzetekbe kergetem bele magam, mert ott érzem magam komfortosan, és ott tudok jól teljesíteni. Volt az életed során olyan, amit cikinek éreztél magadban? És ha igen, hogy változtattál rajta? Magánéletben gyakrabban, mint az üzleti pályán. Üzleti pályán azt gondolom, hogy általában sikerült jól alkalmazkodnom a környezethez és jól teljesítenem. Még az üzleti életben akár a monotonitásból szerzett frusztrációk is inkább a magánéletben ütköztek ki rajtam. Tanácsadóként sokszor evidensnek tekintettem problémákat, és nem éreztem át az ügyfél nehézségeit. 5 perc alatt elmondtam nekik, hogy hát szerintem evidens a dolog, ezt is ezt kell csinálni. Majd elbúcsúztam tőlük, elmentem, és akkor az volt a visszajelzés, hogy hát nem foglalkoztak velük érdemben, és nem kapták meg a kellő figyelmet. Nyilván ez azt feltételezte volna, hogy én mélyen átérzem a problémát, nagyon súlyosnak érzem, elfogadom, hogy ezt nagyon nehéz megoldani, és utána mondom el azt a megoldást, amit 5 perc alatt is elmondtam. De később nyilván ezt is megtanultam. Sőt, mondtad is, hogy ez a féle empátia vagy embereknek a kezelése volt az egyik kulcsa annak, hogy nagyon gyorsan tudtál. Ugye, igen, ezt gyorsan meg kellett tanulnom, hogy nem adott szituációban nem csak az a fontos, hogy én mit gondolok és mit akarok elérni, hanem hogy mit kell ahhoz tennem, hogy a másik fél álláspontját is megértsem, hogy neki mi a célja és hova akar eljutni, és hogy a kettőt úgy szintetizáljuk, hogy a végén kijöjjön belőle az eredmény, amit el akarok érni. Tehát én nagyon hamar megtanultam, hogy az üzleti tárgyalások során nem az a fontos, hogy azt mondjam el, amit én akarok, hanem azt kell elmondanom, amitől a másik fél azt akarja majd, amit én akarok. És ez sokkal bonyolultabb, és nagyon pontosan kell érezni azt, hogy a másik fél egyébként miért van ott, mit akar, és hova akar eljutni. Hogy tanultad ezt meg? Hát nyilván gyakorlat. Tehát kellett, hogy kialakuljanak olyan szituációk, amiből rosszul jöttem ki ahhoz, hogy utána meg tudjam tanulni, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy el tudjam érni a céljaimat. Pályakezdőként, juniorként az ember úgy is részt egy tárgyalásokon, hogy másokat is lát, és abban a szituációban is érzi, hogy ő ezt esetleg nem így csinálná, de el kell követni a saját hibákat. Tehát, hogy bár nagyra tartom azt az mondást, hogy az okos mások hibájából tanul, de azért csak mások hibájából nem lehet tanulni. Tehát senki ne érezze, úgyhogy ha hibát követett el, akkor az valami borzasztó tragédia volt, azt tudni kell hasznosítani. Egy paradox helyzethez értünk, mert mondtad, hogy nincs egy vezérgondolat az életednek, ami mentén érzed. Most éppen egy idézetet mondta, ugye, hogy az okos a más hibájából tanul. Vannak ilyenek, akár lehet idézet, vagy gondolat, ami által meghozod a döntéseidet? Az, hogy a munkámban mi fontos, és mit szeretek építeni, és mit tartok egyáltalán sikernek, ezek mind következnek egy általános értékrendből, amit nem tudok idézetekkel leírni. Tehát, hogy én egy-egy mondatra nem tudom leegyszerűsíteni a hitvallásomat. Átalakítám úgy a kérdést, milyen értékrend mentén éled az életed? Ugye nagyon sokan azt gondolják rólam, még akár a szűkebb környezetemben is, hogy egy nagyon sikerorientált, kifejezetten az üzleti sikerekre fókuszáló ember vagyok, holott én azt gondolom, hogy ez csak egy mellékterméke egyfajta életvitelnek. Én nekem az a fontos, hogy mennyire vagyok pozitív hatással a környezetemre. Soha nem érdekelt az a fajta üzletcsinálás, amit egyébként nagyon sokszor látok a környezetemben, hogy bárki is azt gondolja, hogy ő akkor nyer az üzleten, hogyha más veszít. Sokkal inkább mindig az érdekelt, hogy amit csinálok, annak tényleg olyan hatása legyen a körülöttem lévő világra, akár pénzügyminiszterként az egész országra, akár vállalkozóként a saját üzleti környezetemre, aminek van értelme. Ilyen szereplőként nyilván rengeteg tanácsot hallasz a világban. Van azok közül, amit kiemelnél, hogy szerinted egy totális baromság, mégis az emberek úgy mondják egymásnak? Nem, mert tényleg nem szoktam kifejezetten figyelni az ilyen idézetekre, meg tanácsokra. Ennek a fordítottja, hogy van-e olyan dolog, amiben te hiszel, de nehezen vagy egyáltalán nem tudod bizonyítani? Hát olyan dolgokat, amiket nem tudok bizonyítani, azokat nyugton szoktam hagyni a hit témakörébe. Én egy olyan típusú kétkedő ember vagyok, aki nem hisz abban, amit nem tud 100%-ig bizonyítani, csak azt gondolja, hogy nem kell vele foglalkoznia. Az általam kézzel fogható dolgokkal kell foglalkoznom, amire én hatással bírok. Biztos, hogy van rengeteg dolog a világban, amire nem bírok hatással, de azt meg el kell fogadnom, hogy létezik az én akaratom nélkül, vagy nem tudom megítélni, hogy létezik-e vagy sem.
de hogy nem kell nekem az egész világot a feje tetejére állítani és mindent befolyásolni. Nem szoktam izgulni amiatt, hogy milyen az időjárás. Bármilyen időjáráshoz tudok alkalmazkodni, és nem aggódok amiatt, hogy úristen, ma esik az eső, ma süt a nap. Egy csomó embert ismerek, akiknek ez alapvetően befolyásolja a hangulatát, hogy éppen milyen az időjárás. És mi az, amitől izgatott leszel, amitől izgalomba jössz? Igazából mindentől, csak jól leplezem. Olyan szempontból szerencsés ember vagyok, hogy azt tudom mondani, hogy úgy kellek fel reggel, hogy én örülök, hogy egy olyan nap következik megint, hogy csomó klassz dolgot lehet csinálni. De miért leplezed? Ez nem szándékos, valószínűleg nem tudom, én alacsony a vérnyomásom, lassú a pulzusom, tehát hogy ez a fajta magatartásforma már viszonylag régen kialakult, és azóta sem változik. Valószínűleg azt a fajta, sokszor mondom, válságkezelő, óriási probléma halmaz megoldását, célzó tevékenységet, azt ezt a fajta nyugodt habitussal lehet csinálni, tehát nem lehet minden nap görög tragédiákat átélni. Milyen szenvedélyeknek élsz esténként, hétvégenként? Nem mondom, hogy hobbi, de műkedvelő életet élni. Nagyon sokat járunk színházi előadásokra, koncertekre. Régen nagyon sokat fotóztam, most már a digitális korszak bekövetkeztével ez a mobiltelefonnal való Instagramra, fotózásra. Olykor a startup cégekbe is igyekszem a kreatív tevékenységbe is belefolyni, mert egyszerűen kikapcsol, feltölt és segít abban, hogy a napi konfliktusokban, a napi problémákban pedig nyugodtan és a lehető legobjektívebben tudjak mindig eljárni. Mik voltak a fő döntések, amik által azzá váltál, aki vagy? Hát sok ilyen volt. Olykor szerintem jelentéktelen pillanatok döntései is később kiderül, hogy mennyire befolyásolják a későbbi pályát. De hát nyilván a karrier döntéseimet az viszonylag könnyű visszakövetni. Egyrészt, hogy az egyetem végén elhatároztam, hogy nem klasszikus jogi pályára megyek, ezért rögtön az elején már egy sajátos döntést hoztam, és pénzügyi joggal és adójoggal kezdtem el foglalkozni, amit a jogászok nagyon ritkán szeretnek, meg nagyon ritkán élveznek, de én nekem viszont kifejezetten vonzó volt. Ebből következett az, hogy nagy nemzetközi cégnél egyébként viszonylag gyors karriert tudtam csinálni, akár gyorsabbat, mint az én folyamtársaim, mert hogy olyan pályára mentem, ahol kevesen voltak, amit kevesen csináltak, miközben a 90-es évek második felére a klasszikus ügyvédi jogi pálya azért már eléggé telített volt. Aztán ebből következett az, hogy egy idő után már nem feltétlenül kellett a jogi területtel foglalkoznom, hanem pénzügyekkel foglalkozhattam. Nyilván egy nagyon, nagyon kritikus döntés volt, és talán ez a döntés, amit a leghosszabb ideig élleltem magamban, életemben, tehát legalább egy hétig gondolkoztam rajta, mert egyébként szoktam gyorsan dönteni, de az nyilván egy stratégiai döntés volt, hogy elvállaltam a pénzügyminiszterséget. Ha azt nem tettem volna meg, akkor valószínűleg benne ragadok a nemzetközi tanácsadó cégek karrierpályájába, amit nagyon örülök, hogy nem tettem, mert azt gondolom, hogy nagyon, nagyon beleszürkültem volna, nagyon szenvedtem volna tőle. Egy nagyon kockázatos döntés volt, egy ennyire kiélezett politikai helyzetben is egy pénzügyi válság kellős közepén elvállalni a pénzügyminiszterséget, de örülök, hogy megtettem, mert nagyon sok lehetőséget nyitott meg, és ez nyilván egy ilyen szempontból egy fordulópont volt a karrierben. És utána az, hogy bár volt csábítás, hogy visszamenjek a tanácsadói tevékenységre a pénzügyminiszterség után, de mondjuk úgy, hogy ennek ellenálltam, bár az is egy nagyon kényelmes karrierpálya lett volna, de pont azért, mert nem a kényelemre vágytam, belevágtam valami teljesen másba, és ez a teljesen más, ez nagyon testhez állónak bizonyult. Tehát az, hogy én feltörekvő, de világmegváltó gondolatokkal induló cégekkel tudok foglalkozni, és ezeknek a cégeknek tudok részben forrás biztosítani, részben olyan tudást átadni, ami esetleg az ő pályájukat segíti. Ezt én most nagyon testhez álló feladatnak érzem. Ha ki kéne emelned egy kudarcot, ami akkor nagyon rossz volt, de egy utólag visszagondolva teljesen logikusnak tűnt, mi lenne az? Talán a legközismertebb ebből, hogy pénzügyminiszterként mi úgy gondoltuk, hogy a magyar adórendszerből hiányzik az ingatlanadó, mint olyan. Emiatt nagyon sok torzulás van az adórendszerben, és nagyon nem méltányos sok esetben. Végül is elfogadtunk egy olyan törvényt, aminek végül sem értelme nem volt, mert az Alkotmánybíróság két hónappal később megsemmisítette az egészet. Tehát volt benne 9 hónap egyébként teljesen szakmailag indokolható küzdelem. Csak azért olykor tudni kell az embernek, hogy mi az a küzdelem, amit a legjobb meggyőződése mellett sincs értelme végigvinni, mert aztán nem lesz eredménye. Ha megfelelően tudja kezelni az ember, és nem érzi a saját személyisége sérelmének vagy elértéktelendésének, akkor az tud hasznos lenni.
minden bebukott befektetés ilyen szempontból hasznos. Jól megtanultam, hogy melyek azok a típusú csapatok, mik azok a személyiségek, amikkel nem fogunk tudni együtt dolgozni, meg mik azok a területek, ahol nem érdemes kísérletezni. A pénzügyminiszterségre is úgy tekintek, hogy egyébként olykor visszaolvasva, visszagondolva, hogy hogyan zajlott, még magam is úgy érzem, pedig magammal szemben azért igen kritikus szoktam lenni, hogy nem volt az rossz. De egyébként meg pontosan tudom, hogyha mai fejjel kéne végigcsinálnom azt az egyéves pénzügyminiszterséget, nem állítom, hogy jobb eredményre jutnék, mert nem jutottunk rosszabb eredményre, de hogy sok mindent sokkal kisebb erőfeszítéssel tudnék elérni. De lehet, hogy másodszor már nem is lenne annyira izgalmas. Mi volt a kedvenc befektetésed, és ezt mint magánember kérdezem, nem a portfólióból? Sok kedvenc befektetésem van igazából, azokat szeretem a legjobban egyébként, ahol a legtöbbet tudok hozzátenni. Azok a típusú fejlesztések, amik mondjuk vállalati alkalmazásokat fejlesztenek, olyan területen, ahol én vállalatvezetőként is dolgoztam, ezért más fejjel is tudok gondolkodni, és el tudom azt mondani, hogy piaci oldalról mire van szükség, milyen irányúak legyenek a fejlesztések. Vagy azok a típusú kulturális művészeti területhez közelebb álló design típusú befektetések, amiben én is úgy látom, hogy esetleg egyéb értékeket is tudunk beletenni a cégbe, nem csak én, hanem az a csapat, aki körülöttünk dolgozik, azok nyilván jobban lekötnek, jobban foglalkoztatnak. Tehát ott nem csak pénzügyi befektetők vagyunk, hanem stratégiát, gondolatokat is tudunk hozzáadni a céghez, ezért picit jobban közelebb állnak hozzánk. Nem tradicionálisan értelmezve a befektetést, volt egy olyan dolog, ami mondjuk 30 ezer forint alatti, és ez egy nagyon jó vétel volt, beruházás. Nem gondolkodtam még ezen. 30 ezer forint alatti nem biztos, hogy fogok tudni mondani. Befektetések egy jelentős része az nem pénz, hanem idő, figyelem, energia, és sokszor fontosabb. Tehát azok az emberi ismeretségek, amiket kötök, azok az együtt töltött idők, azok sokszor többet adnak hozzá, akár vállalkozásokhoz, akár üzleti tevékenységhez. Van olyan könyv, amit gyakran ajándékozol? Gyakran nem, mert igyekszem mindenkinek olyan könyvet ajándékozni, ami hozzáillik neki való. De én alapvetően szép irodalom hívő vagyok. Tehát nagyon kevés üzleti könyvet, szakkönyvet olvasok. Szakirodalmat olvasok, de inkább cikkek formájában, meg online módon. És azt gondolom, hogy számomra a könyvolvasás az gyakorlatilag egy totális külön dimenzió, egy totális kikapcsolódás. Magyar szerzőket is nagyon szeretek, Eszterházit, Nádas Pétert, de nem tudom én, Fonegutot nagyon sokat olvastam, de én a klasszikusokat is élvezem, tehát imádom Thomas Mannt is például, vagy nem tudom én, mennyire menjünk vissza az időbe, vagy francia romantika, Flaubert, vagy akár realizmus, Balzac, tehát hogy sok mindent szoktam olvasni, sőt, hát sokszor, nem tudom én, Balzacon érzem azt, hogy mennyire ugyanaz a fajta problémakör, karrierépítés, üzleti sikeresség, stb. Zajlik a mai világban, mint sok száz évvel ezelőtt. Tehát, hogy hogy sokszor az ilyen szép irodalmi művekben az a ráébredés, hogy mennyit változik a világ, mennyire más körülmények között élünk, és mégis mennyire ugyanazokat a problémákat kergetjük, és ugyanazokat az alapkonfliktusokat vívjuk meg. Foghatnál egy óriás plakátot, és bármit írhatnál rá, bárhova helyezhetnéd. Mit írnál rá, és hova helyeznéd? Valahol bármit kiírni, annak nem tudom, hogy van értelme, nem tudom, hogy ki látja, és nem tudom, hogy fog reagálni rá. Én úgy akarok bármilyen üzenetet átadni, hogy nagyjából legalább tudom, hogy az kinek szól, és mit fog belőle érteni, mert ez sosem azt jelenti az adott üzenet, amit az ember maga gondol a szavak mögé, hanem azt, amit a másik kiolvas belőle. Hogyha most nagyon általánosítani akarok, hogy annyira felgyorsult, változó világban élünk, hogy az emberiség töredék százaléka tudja ezzel a tempót tartani, és ettől áll elő az a helyzet, hogy a politikában a populizmus, az üzleti életben az igénytelen, fapados megoldások, a művészetekben vagy a kommunikációban a bulvár válik mainstream-mé, adott konkrét szituációban adott problémára lehet, hogy lenne ötletem, hogy mit, hogy érdemes tálalni. Hogy néz ki a napod első 30-60 perce? Az első 30-60 perc az alapvetően az ébredés és a család. Ugye amellett, hogy van egy 16 és egy 12 éves már nagyobb gyerekem, akik már nem feltétlenül igénylik a reggeli szoros együttlétet, van egy 3 éves lányom is, aki viszont ezt nagyon is igényli. Emellett
Én viszonylag gyorsan ébredek. Lehet, hogy rossz szokás, nem tudom megmondani, de, de relatíve gyorsan kezembe veszem a telefonomat egyébként. Tehát azért a kislányomnak reggeli adás és öltözködése való lábeszélés időpontjával kb. Egy ideileg már a kezembe van a telefonom, és megnézem, hogy mivel fog telni az a nap, megjöttek-e üzenetek, meg kell-e bármit gyorsan megválaszolnom, de ezt nem azért csinálom, mert úgy gondolom, hogy függő vagyok, és csak akkor tudok létezni, hogyha hirtelen e-maileket válaszolgatok meg, hanem azért, mert nyilván csapatban dolgozom, egy meglehetősen szerteágazó csapatban, tehát nagyon sok cég, sok különböző csapatával kommunikálok folyamatosan, és lévén, hogy én azért a szakmai karrieremet a legaljáról kezdtem, és a legkülönbözőbb főnökökkel dolgoztam együtt, azt nagyon megtanultam, hogy nekem főnökként az egyik legfontosabb feladatom, hogy megteremtsem azokat a körülményeket, ahogy a csapatom a lehető legjobb teljesítményt tudja nyújtani. És ez azt is feltételezi, hogy ha kérdés van, arra gyorsan válaszolok, ha információt kell átadni, azt gyorsan adom át, nem várnak rám fél napokat az emberek azért, hogy utána ne tudják, hogy addig se tudják végezni a munkájukat, hogy utána késő este mondjam meg azt, hogy ezt kellett volna mai nap csinálni, és még gyorsan csinál ezt meg. Ezért valóban az napom úgy is zárul, hogy még minden e-mailt, minden információt, mindent kiszórok, ne tőlem függjön az, hogy a többiek nem tudják a munkájukat végezni. Beszéltél is az e-mailezésről. Vannak ott trükkjeid, hogy hogyan szoktad ezt menedzselni? Hát ez nem csak az e-mailezésre vonatkozik, hanem általában a feladatbeosztásra. Tehát én azt gondolom, hogy két paraméter szerint rendszerezem a feladatokat. Fontosság és sürgősség, és a kettő nem ugyanaz, és ezt egy csomóan összekeverik, és ezt sokszor csapattagoknak is magyaráznom kell, hogy vannak fontos feladatok, de úgy fontos feladatok, hogy azt az elkövetkező két hétbe kell mondjuk elvégezni. Ezért nem az a legfontosabb, hogy most 5 perc alatt megcsináljam, mert lehet, hogy rosszul csinálom meg 5 perc alatt, hanem hogy olyan időpontra tervezzem be annak a feladatnak az elvégzését, amikor biztos nem kell mással foglalkoznom, és biztos jól csinálom meg. De be kell osztanom, és rá kell szánni az időt, mert az se fordult elő, hogy két hétig nem csinálok vele semmit, és aztán a körmömre ég. És vannak a sürgős feladatok, amikor olykor csak apró piszlicsári ügyek is, de meg kell csinálni ahhoz, hogy a többiek tudjanak haladni a munkáival. És nagyjából ez az a két paraméter, amiből kialakul ez a feladat kiosztás mátrixa, hogy mi az, amit előre, mi az, amit középre, és mi az, amit a végére rendez az ember, és ehhez képest melyikkel mennyi időt tölt, mert a sorrendiség, meg a ráfordított idő is fontos. Napi 3-500 e-mailt kapok egyébként, tehát hogy körülbelül ez az a mennyiség. 3-500. Ez az a mennyiség, amennyit kezelni kell. Arra igyekszem figyelni, hogy ez a napom, nem tudom, 20-30%-ánál többet nem vehet el. Annyit elvehet, mert a munkavégzés egy jelentős része egyébként e-mailezésen zajlik, tehát egy csomó kérdés feladat, információ átadás feladat kiadás az e-mailezésen zajlik. Mondjuk egy harmad olyan, amit tényleg visszakézből lehet megválaszolni, tehát két szót vagy két mondatot kell ráírni, és meg lehet gyorsan válaszolni. És vannak azok, amik egyébként lehet, hogy megjönnek a nap elején, de majd csak este foglalkozom vele, amikor tudom, hogy már minden megbeszélésem megvolt, mindenkivel mindent átrágtam, és van rá egy órám, hogy akkor arra úgy válaszoljak, hogy annak az legyen a jelentése, és az legyen az eredménye, amit szeretnék. Ha minden erőforrás rendelkezésedre állna, ezt értelmezhetjük tágan is, akkor mihez kezdenél? Nem tudom, hogy nagyon máshoz kezdenék-e, és nem tudom, hogy nagyon szeretnék-e más mértékű erőforrást. Azért, amit szeretek csinálni, ahhoz az erőforrások rendelkezésre állnak. És nem érzek kategóriabeli különbséget, hogy én most egy sokkal drágább kocsival közlekedjek, sokkal drágább ingatlanokba lakjak, stb. Ezt azt gondolom, hogy végig próbálgattam már életem során, hogy mi az, amiben élvezetet lelek, és mi az, amivel nem. Tehát nincs hiányérzetem az erőforrásokkal kapcsolatban. Nem érzem úgy, hogy úristen, frusztrált vagyok, mert ha kétszer ennyi pénzem lenne, vagy kétszer ennyi időm lenne, akkor mennyivel jobb dolgokat tudnék csinálni. Én szerintem klassz dolgokat csinálok most is. Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen. Érdekes új nézőpontból ismerhettelek meg, ami nagyon izgalmas volt nekem. Örülök. Még egy köszönettel tartozom nektek, hogy megnéztétek a videót. Ha most találkoztunk először, kérlek iratkozzatok fel, még a csengőt is benyomhatjátok, hiszen akkor értesülni fogtok a következő ilyen interjúkról. Sziasztok!